Esti meditáció. Az önmagaddal való törődés e békés pillanataiban. Összpontosítsd légzésed és gondolataid a nap eseményeinek elengedésére és megtisztítására, hogy pihentető éjszakai alvásra készülhess fel. Megérdemled ezt az ellazulásra, elnyugvásra szánt kis időt. Elméd készséggel követi arra irányuló szándékaidat, hogy most a szeretet benned lakozó gyógyító energiáira fókuszálj. Tisztítsd meg teljesen, és hozd egyensúlyba gyökércsakrád. Talán segít, ha veszel néhány mély, tisztító lélegzetet. Minden egyes levegővétellel érezd, hogy egyre ellazultabbá és békésebbé válsz. Minden kilégzéssel fújd ki magadból aggodalmaidat vagy gondjaidat, melyeket sejtszintű memóriádban vagy aurameződben tartasz. Lásd és érezd gyökércsakrád gerincoszlopod aljánál, mint csodálatosan tiszta, rubinvörös fényben ragyogó gömböt, mely isteni szelleme tündöklő fényével szórja szerte sugarait. Erősítsd meg a következőket. Minden szükségletem kielégítetett. Isten a forrás, mely tökéletesen gondoskodik minden anyagi szükségletemről, és én hálatelt szívvel befogadom mindezt a jót az életembe. Biztonságban vagyok. Szeretet ölel körül. Nyugodt és mély a légzésed. Talán azt veszed észre, hogy belső szerveid kezdenek ellazulni, kívül, belül, egyaránt, csodálatosan nyugodt állapotban érzed magad. Helyes volna most készséggel folytatni a benned maradt gátak elengedését, melyek visszatartanak attól, hogy teljes mértékben örömödet leld valódi isteni lényedben. Állj készen átengedni minden célodat, vágyodat és törekvésedet a benned lakozó gyógyító fénynek, tudván, ha így cselekszel, minden szükségleted tökéletes harmóniába rendeződik. Engedd meg a fénynek, hogy szerte foszlasson bármilyen félelemmel vagy bűntudattal terhes érzést, mely megakadályozhat abban, hogy maradéktalanul megvalósítsd isteni küldetésed, életcélod. Most pedig lásd és érezd szakrális csakrád, 10 cm-rel gyökércsakrád felett. Lásd, erős, fehér fénytől átölelt, tökéletes, narancsszínű drágakőként ragyogni. Erősítsd meg a következőket. Most maradéktalanul elfogadom az isteni rendeltetésemet érintő belső útmutatást, és tudom, hogy akaratom tökéletes összhangban van Isten akaratával, mely a tökéletes boldogság felé vezérel. Elfogadom minden támogatását, hogy csodálatos életküldetésemet látható formába önthessem.
Most pedig gondolatban vizsgáld meg, és engedd el a mai napon történt valamennyi érintkezésedet más emberekkel. Engedj át mindent angyalaidnak, szent szellemednek és Istennek, hogy felszabadulhass, és megszabadulj minden terhettől. Engedd beismerni érzéseidet magadnak, anélkül azonban, hogy megszűrnéd, vagy bármiféle bírálattal illetnéd azokat. Azután engedd szabadon őket, és légy tudatában, hogy ma elkövetett hibáid az egyszerű beismerés révén megtisztulnak és átformálódnak, hogy mindenki növekedését és legmagasabb rendű érdekét szolgálják. A hibák egyszerűen csak kiigazítást, nem pedig büntetést kívánnak. Ezért hagyd, hogy a növekedésedet szolgáló leckék tökéletes és isteni rendben érkezzenek hozzád. Ha úgy érzed, hogy valaki megcsapolja az energiáidat gondolatban, vágd el az éteri, pszichikai köteléket kettőtök között. Bocsáss meg a másik embernek azért, hogy látszólag megrabolta energiáidat, és engedd őt át teljes egészében a fénynek. Engedd el a ma késztetésedet, hogy más emberek, illetve saját magad személyiségére koncentrálsz. Ehelyett inkább fókuszálj lelketek Isten szívében nyugvó valódi egységére. Amint figyelmedet elfordítod a személyiségekről és a látszólag különálló testekről, lásd és érezd, hogy napfonat csakrád egyre tisztább és fényesebb lesz, míg nem úgy ragyog, mint egy gyönyörű kicsiny nap, egy tökéletes tavaszi reggelen. Ha úgy érzed, hogy bárki felbosszantott vagy feldühített a mai nap folyamán, mondd el a következő megerősítést. Készséggel elengedem azon részemet, mely felbosszant, amikor rád gondolok. Ezután védj egy mély lélegzetet, és erősítsd meg a következőket. Az életemben mindenki osztozik velem ama nagyszerű célban, hogy a tökéletes szeretet áldását élvezzük. Egyé olvadtam az egyetlen létezővel, aki nem más, mint az Isten által teremtett valamennyi élőlény igazsága. Egy vagyok minden élettel, és köszönetet mondok ezért az igazságért. Most pedig kérd meg Mihály arkangyalt, vegye körül szívedet gyógyító energiájával, és távolítson el onnét minden sötétséget. Az angyalok olyan dimenzióban léteznek, melyet tér és idő nem szorít korlátok közé. Ezért képesek sok-sok különböző térbeli ponton található emberrel egyidejűleg együtt lenni. Mihály arkangyal már csak azáltal is azonnal megjelenik mellettünk, hogy segítségét kérjük. Állj készen átengedni minden sötétséget, neheztelést, haragot Mihály arkangyalnak, hogy a fénybe emelje azokat, s megtisztuljanak, átalakuljanak. Lásd vagy érezd szívcsakrád,
Isten szeretetének meleg, ragyogó fényében fürödni. Lásd szívcsakrád gyönyörű, fénylő, smaragdzöld fénygyűrűként tökéletesen és egyenletesen forogni. Erősítsd meg a következőket. Hajlandó vagyok megbocsátani magamnak és másoknak a mai nap során elkövetett bármilyen hibáért. A lelki békét választom azért cserébe, hogy gondolatban elengedem ezeket a hibákat. Azt kérem, hogy a hibák minden kihatása örökre merüljön feledésbe minden érintettnél. Egy mély lélegzetvétel után lásd vagy érezd, angyalok szerető csoportja vesz körül. Engedd át angyalaidnak valamennyi emléked minden ma kimondott, elgondolt, hallott vagy olvasott dologról. Oly könnyedén bocsásd szabadon ezeket a kommunikációkat, ahogy a tegnapi hírlapot dobod a szemét kosárba. Nincs szükséged rájuk többé, elavult újsággá váltak. Hagyd, hogy az angyalok a fénybe emeljék ezeket a kommunikációkat, ahol azok tökéletesen megtisztulnak, és a szeretet tiszta állapotában kerülnek vissza hozzád. Lásd vagy érezd torokcsakrád, mint egy világító égszínkék fénygyűrűt, mely szüntelenül forog körbe-körbe, fényességgel és szeretetteljesen őszinte kommunikációval. Kommunikációs csatornáink felszabadulhatnak a gátak alól éjjeli álmaink során. Ezért védj egy mély lélegzetet, és mondd a következőket. Megerősítem, hogy álmot fogok látni ma éjjel, melyre felébredésemkor tökéletesen fogok emlékezni, s amelyben az isteni kommunikációt akadályozó minden gát mindörökre megszűnik. Megerősítem, hogy a kommunikációt érintő minden karmám egyensúlyba kerül az idő minden irányában. Amint egyre ellazultabbá válsz, és készen állsz az éjszakai pihentető alvásra, erősítsd meg a következőket. Örömmel fogadok a mai éjszakai álmaimban felmerülő minden leckét és útmutatást. Készséggel elengedek minden félelmet vagy visszahúzó erőt, mely megakadályoz abban, hogy élvezzem a spirituális látás adományát. Megkérem angyalaimat, hogy segítsenek meglátni azt, ami valóságos, igaz és a szeretet forrásából ered. Azután egy másik, mély lélegzettel engedd spirituális hallásodat érzékennyé válni, teljesen megnyílni Isten bölcsessége, angyalaid szeretete, felsőbbrendű éned útmutatása és a mennyei szférákból eredő égi muzsika harmonikus hangjai előtt. Erősítsd meg a következőket. A szeretet szava tisztán és könnyen ér el hozzám. Boldogan befogadom és követem a hallott isteni útmutatást. Spirituális hallásom felé lett. Most pedig lásd, vagy érezd,
hogy harmadik szemed teljesen megnyílik, egy tiszta és szerető szemet látsz magad előtt. Azzal a felismeréssel tekint rád, hogy az egyetlen igazságban egy lélekként egyesültök. Lásd, és érezd, hogy a csakra színei a fehér és bíborlila villanásokkal vegyülő sötétkék összhangba, harmóniába került és megtisztult. Erősítsd meg a következőket. Biztonságos látni a számomra. Szeretem látni angyalaim gyógyító fényének gyönyörű felvillanásait. Hiszek abban, amit látok, tudván, az mindig legmagasabb rendű érdekeimet szolgálja. Amint teljesen átengedsz minden benned rekedt feszültséget a benned lakozó Szent Szellemnek, légy tudatában annak, hogy ama békességes és szeretetteljes lényként nyilvánulsz meg, aki valójában vagy. Egy csodálatosan üdítő, mély, tisztító lélegzet után most megnyitott korona csakrád, mely anyagi, finom fizikai és éteri tested égi kupolájául szolgál. Védj néhány mély lélegzetet, amint az élet egészéhez fűződő, örök kötelékedet csodálod. Lásd és érezd, hogy korona csakrád tökéletesen megtisztult fényben ragyog. Bíbor lila fénygyűrűt látsz a fejtetődnél, a koponyádon belül. Erősítsd meg a következőket. Megbízom benne, és engedem, hogy az isteni bölcsesség szüntelen áramlása maradéktalanul belépjen tudatomba. Szeretem, és örömmel fogadom ezt az isteni útmutatást, és minden helyzetben magasabb rendű bölcsességemre támaszkodom. Megérdemlem a jót. Megérdemlem a szeretetet. Megérdemlem a sikert. Most már készen állsz a szépséget és felemelő bölcsességet hordozó álmokkal teli, nyugodalmas és gyógyító éjszakai alvásra. Érezd, vagy lásd, otthonodat teljesen körülöleli a fehér fény. Kérd meg őrző angyalaidat, hogy vigyázzák otthonodat az éjszaka folyamán. Lehetetlen, hogy bármi bántó szándék keresztül férkőzzön e megbízható lények szeretetteljes éberségén. Biztonságban ellazulhatsz. Mondj köszönetet angyalaidnak, felsőbbrendű énednek, Szent Szellemednek és Istennek mindazért, ami vagy és amiben részed van. Készen állsz a csodálatosan pihentető, mély, békés és tökéletes alvást hozó éjszakára, melynek köszönhetően reggel a felüdültség és frissesség állapotában ébredsz majd. Jó éjszakát, szép álmokat!